Na, itt vagyunk megint, gyerekek. Tejsze arrotto. Parketto. Illetve a beton. Épp egy kis reggeli szünetet vettünk. Faltunk egyet, és megszívtuk magunkat vízzel, mint a tévé. Mind a teve. No. Lehánytam a kátrányt. A tetőről a maradék kátránypapírt letakarítottam. Azzal töltöttem el egy ilyen másfél órát itt reggelibe, és kihúzogattam az összes szeget. Na, tegnap eddig jutottam el. Kettő csíkot kitettem, hadlám még hány csík lesz. Összesen hány? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vagy 9 csík lesz összesen, és 2 megvan. Úgyhogy még 6-ot vagy 7-et kell. Jó számolom. Na, körülbelül, meglássuk. Na, de még ezekben még kell tegyek szeget. Ebben ennyi szerintem elég, de ezekben ide még középső sorban nem raktam. Kicsit többet hagytam rá itt majd, aztán a végén levágom, ami pluszban van, és itt elől is hagytam egy kis extrát, mert itt folyt be a víz, van egy kis rés, ez takarja, és a lemezt is egy kicsit. Ha bár a lemez lát, jobb lenne fixre vágni, hogy ne tudjon bekapni a szél alá, ami. Na, egy gyors kérdés, gyerekek. Egy pár annál mondtátok már a kommentben, hogy miután letettem ezt Gator Skint krokodilbőrt, műanyag nylonizét, mielőtt teszem, ugye ez így van keresztben, és a fémlemezek így jönnek rá a hosszába, tehát fentről lefelé. Ugye hát az egy sor így, akkor ugyanígy borítva a tetejére, de na mindegy. És akkor, hogy alája tegyek ilyen, mit tudom én, 3-4 centis fa csíkokat, mondjuk az keresztbe, ugye, hogyha tető hosszába jön a vas fémlemezek, akkor azokat keresztbe kéne tegyek azért, hogy a fémtető ne legyen pont ráfeküve, hanem legyen egy rés, hogy ott a levegő tudjon áramolni, hogy hűvösebb legyen a ház. Csak attól félek, ha úgy csinálom, akkor be tud kapni a hurikán a szél és letépni, nem? Vagy kisúrom, bekap egyik felén, és kimegy a másik felén. Mi szóltok? Inkább szívesebben szegezném direkt be, és nem hagynék ki semmi lógó részt a végén. Talán az elején egy picit, vagy még itt se. Na, mit tudom én. Utána nézek, még megreszörcsölöm, de szakik, hogyha vagytok, egy-két véleményt még írjatok. Mondom, máshol, ahol nincs hurikán, tornádó, ott értem is, hogy az miért jó. De itt a nagy szelek miatt félek, hogy akkor be tudna bújni alája. Szél is letépni. Na jó. Gumicsizmába voltam reggel fenn, most lehúztam. Papucsba menjek fel, itt van egy. Én csak azért beszedtem egy edénybe a szegeket. Nem a legjobb szétdobálni. Oké. Akkor menjünk fel. Ja, felvettem egy vizes pólót, itt egy fehér póló, megvizezem és felveszem. Van kalap. És most már a nap magasan kezd járni, 11 óra felé van. Ami végül is jó, mert pont felülről süt a... Le vagyok itt így gugóval tetőn, van a fehér pólom, van a kalapom. Úgyhogy nem nagyon éri a bőrömöt a nap, mert pont fentről süt. Na, úgyhogy 2-3 óra feldobom azt a 6-7 csikot, azzal el vagyunk menve. Be kell lépjünk a városba, kell le népőszi havaromnak egy kicsit segítsek valamit leszedni a tetőről az egyik kliensinél. És akkor lehet elmenjünk anyagszemlébe, este vissza kell ugorjunk, mert jön a halott zsigabát, megjavították, és visszaküdték a 1070-es GTX-et. Ma este fogja kihozni a UPS. A posta úgy volt, hogy pénteken jön, de ugye hurikán volt, úgy
Átették hétfőre a tegnapra, de hétfőn nem jött meg, azt mondták, hogy ma fog jönni. Ja, este vissza kell leugorjunk, mert nem akarom, leteszik valahol a kapunál a csomagot, nem akarom, hogy hónap jöjjek, hogy nehogy lenyúlja valaki. Habár még sose történt meg, de jobb félni, mint meghalni, megjedni. Na jó, dobjuk fel a többit, lám, hogy hogy fog kinézni. Egész jó anyag, ezt bírom. Jól le van szegezve, ezt nem veszi fel a szél. Hát egy hurikán lehet felvenni, de így egy átlagos szél nem. A Mária hurikán felerősödött ötös kategória, valaki látom kommentet, és reggel megnéztem a híreket. Nagyon nem lesz jó, hogyha errefelé jön, de előrejelzések szerint felfelé északra fordul, mielőtt a Amerikát megközelíteni Floridát, úgyhogy reméljük nem kell összeakadjon a bajuszunk Máriával. Na jó, akkor később jelentkezünk még, pa. A gyerekek, 1 óra 40 perc van, szeptember 19-kedd. A nap az agyamot szétnyomja fent a tetőn. 1000 fok van árnyékba is. Napon 1 milliós, fent a tetőn 2 millió. Legalább. Kaptam még egy doboz szeget, ez fasza. Még régebb ő maradt meg. Még van való egy videbe, Bernard adott. Csak nem kaphatom meg a vidret. Mert nem lesz elég a szeg, amit vettem. Home Depotba az utolsó doboz szeget vettem meg. Na, ha bár most mennyi a városba, még vehetnék, de azt hiszem ez elég lesz. Kicsit most nem szegelem olyan sűrűn. Eleinte sűrűbben szegeltem, de mindegy, mert a héten így is jön rá a fényborítás. 1, 2, 3, 4, 5 sor megvan. És ezzel a tornác kész is van. A ház az nem olyan széles, arra lehet elég lesz 4 sor. Tehát még 4 sor csak. Be kell most lépjünk a városba, haveromnak egy kicsit segítsek. És pont jó is, mert mondom, olyan dög meleg van. Délutánra átfordulod a nap. Kicsit meghanyatlik 5 óra felé. Visszajövünk, 2 óra alatt befejezem, egy fél óra alatt egy csikot lerakok. Te egyre jobban belész, ugye az első egy-két csika a leglassabban megy, utána aztán egyre jobban belész. Na jó. De jó, a vizes pólós megoldás az nagyon jó. Fú, de meleg van. Fú. Na, mehetünk? Ja. Jó van. Indítsad be az autót, hogy menjen a légkondi. Na jó, veszem a hűtőtáskát. Mit kell még vigyek? Szerszámokat. Villany nem jött meg, várjuk, úgy várjuk, mint a szent lelket, szent léleket. De nem jött meg. És nem is merem bekapcsolva hagyni. Kint a főpanel rá van kapcsolva, de mikor menjünk le, akkor lekapcsolom. Na, elég lenne a főbiztosítékot lejutni. Hát, ha más tére már lesz. Megnéztem az áramszolgáltató honlapját, és azt írta, hogy csak 8%-a van áram nélkül a klienseknek már. 92%-a annak vissza van szolgáltatva az áram. Azt mondták, nagy részének az embereknek ma estig, kedd estig, és mindenkinek péntek estig ma a villanya lesz. A szomszédban még megy a generátor, úgyhogy nincs még villany. Na jó, húzom fel a gumicsizmát. A papucsba tettem le az első két csíkot, aztán a nap nagyon kezdte égetni. Vagy nem is az első csíkot. Nem, takarítás gumicsizmába volt, majdnem meggyújt a lábamon. Másfél óra takarítás, míg leszedtem a maradékokat, s a szegeket kihúztam. Utána pedig mondom, váltok papucsra az okni nélkül, jó szellős. Két csíkot leraktam, azt a lábam kezdett égni. Azt utána átváltottam ilyen cipőre, csukott cipőre, zoknival. Egy csajó, sehogy csajó, mikor ilyen nagyon meleg.
Meg csizmát kell, még húzzak meg kint a kapunál, még nagy a víz, ugye a kaput kell nyissam, csukjam. Ennyi jó finom zsirocska van, eh? Még annak idején vettem a kocsit zsírozni. Vissza kell vigyük el. Ezt a staple tisztuljon, vettem, és nem működik, szar. De volt, visszacserétessük Home Depotba. James, look buddy, I found your staple gun. Ez a James-i kölcsön adta volt, mikor azt mondja, hó van, visszaadta, de mondom, nem tudom. Ezt megkaptuk, mikor papolaztunk. Ezt vissza kell adjam neki, ezt visszük a Home Depotba, most visszacserétessük. Pár szerszámot dobjak be, mindig legyen nálunk szerszám. Hol a másik? Hol a fucking screw gun? Illetve a másik a... Na mindegy! Pakolok egy pár szerszámot, és indulunk. Na jó, akkor találkozunk este felé, délután. Psz. Hi, I'm Robert, Zoltan's friend. Hi, Robert. JV. I'm JV. Nice to meet you, JV. Come on in. Thank you. Oh, Lord. It's hot out there. Yeah. Thank God I'm not out in it. Well, you guys got the power back? I'm sorry? You got the power back? Yeah, we did. We had it back, like 24 hours after it went off. Oh, yeah? Yeah. Oh, that's nice. We're on the same grid as the U.S. government building down here, and that's why. Oh, okay. Yeah. Yeah, the government and hospitals, yeah, they take care of them first. Yeah, they do. All right. Well, listen, we appreciate this. Sure, no problem. But there's the ladder. Okay. And that door's open because the thing is here. Oh, the pool thing? Okay. I'll show you the lead. Uh-huh. And see, I would have pulled it down, straight down from here, but I'm afraid that... It's going to break the other screen, too. That the other screen would go. Right, right. Yeah. It needs to be pulled back and then... All right, where's the best spot I can get on the roof? I was thinking... Over there? Over there. Right behind the door. Okay. Yeah. Alrighty. Na gyerekek, itt vagyunk gazdag égnál. Ilyen fajn kis hely, hátú tavacska, úszómedence. Fenn volt ez a nagy palmaag, a havszetőre akadva. Ezt kellett eltávolítsam, hogy létrán felmásztam. Leszettem ennyi volt a feladat. Haverom, a népeszi magyar haverom, nem már felmenni háztetőkre. Jobb is látod, hogy nem tudják ki vagy, nem tudják nevedet, most szignálnak, csupókodnának. Ő nem már felmenni háztetőre. De nem mindenki márna. Én ilyen izé vagyok, olyan macska. Nem macska, nem tigris. Itt iszik habocska a kocsiba. Na, kész vagyunk. Mit iszol? Vét? Paradicsom. Na jó. Ennyi az idő. 3:43. Oké.
egyet itt még serülünk a városba, és akkor csapjuk vissza a tanyára, hogy fejezzük be a krokodilbőr felszerelést. Oké. Okay. 3 óra se egyúttal. Belépünk Home Depotba, még nézzünk anyagot, mert de belépünk egyet ide csövezni a Verizon trailerbe, mert nagyon szeressük itt. Adnak ingyen cliff barokot és vizet, és jó hűvös van bent, és ingyen internet, ingyen lehet töltetni telefonokat, laptopot. És menjünk, oda dobjuk ezt a videót, feltöltsük, szétnézzük utána a Home Depotba egy kicsit, akkor csapjuk vissza a falamra, hogy fejezzük be a tetőborítást. How are you doing? Fine. I got it. Yep. Oh, it's windy! Thank you, sir. How are you doing? Good, how are you? Good.